Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Ennek alkalmából kétnapos rendezvényt tartanak Ferencvárosban. A kerületben kiállítással, zenés, irodalmi esttel és pódiumbeszélgetéssel emlékeznek meg az egységes nemzet jelentőségéről. A ma délelőtti ünnepségen átadták a magyar nyelvért díjakat és a polgármesteri elismerő oklevelet. Puskás Károly magyar kanizsai nyugalmazott építészmérnök kapta a polgármesteri elismerő oklevelet. A magyar nyelvért díjakat azok a külhoni diákok vehették át, akik az átlagon felülművelik a magyar nyelvet, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a magyar nyelv ápolásához kötődő versenyeken. A Ferencvárosi Önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít a külhoni és a ferencvárosi diákok közötti kulturális kapcsolatok fenntartására, kiemelten a magyar nyelv ápolására. A 2010-es törvényi elfogadás után minden évben hívjuk az elszakított országrészekből, Királyhermeszről, Beregszászról, Sepsiszentgyörgyi és Magyar Kanizsáról a gyermekeket is 10 nap, 10 népdal eléneklése erejéig, és évközben szinte minden nap vannak közös programok. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke a megemlékezésen elmondta, hogy a Nemzeti Összetartozás napja épp úgy szól az ünneplésről, mint a gyászról, a megemlékezésről, hiszen június 4-én arra is emlékezünk, hogy a nemzet erős, egységes és összetartozik, és határokon átívelve őrzi identitását. Mi nap mint nap közel 100 éve a bőrünkön tapasztaljuk a kisebbségi létet, de fontos az, hogy tudjuk, hogy a teljes magyarság mögöttünk áll, azok is, akik a jelenlegi Magyarország területén élnek és támogatnak bennünket. Az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.